Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Nyerges Újfalun a Kenstock Galériában vendégeinket, Szalai Zoltán pályatársait, tanítványait, barátait, ismerőseit, és kiemelt szeretettel köszöntöm Szalai Veronit, Szalai Zoltán özvegyét, Véner Tibort, aki az alkalom utáni kiállítást fogja megnyitni, és a pályatársak nevében kiemelt feladatot kap ma Szakács Imre festőművész, őt is köszöntöm. Sok gondolat jutott eszembe, amikor erre a két eseményre készültem, megkaptam ezt a feladatot Szlávik József kollégámtól, a galéria vezetőjétől, aki sajnos nem tud ma velünk lenni. Egyrészt az, hogy hogyan került egy festőművész Nyerges Újfalura 1945-ben, ezekben az években, amikor önálló kibontakozásra, pályakezdésre talán méltánytalan korszak köszöntött be. Szalai Zoltán foglalkozott festészeten kívül irodalom elemzéssel is, hiszen művészetpedagógus, író és sok minden más volt, és Egri Józsefnek, tanárának egyik művét elemezte, melynek címe a művésznevelés és a nép ízlésének javítása egy magyar faluban. Ez természetesen nem Nyerges Újfaluról szólt, akkoriban már kezdett Nyerges Újfalu nagyobb faluvá, nagyközségé válni, de a budapesti vagy székesfehérvári évek után nyilván nagy nélkülözést jelentett számára az, ami itt fogadta, hiszen életrajzírásaiban olvashatjuk, hogy fürdőszoba nélkül, mostoha körülmények között élt, és mégis nagyon szívesen emlékezett vissza a Nyerges Újfalun töltött évekre, hiszen nagyon sok barátot szerzett, tanított a gimnáziumban, a Szalézi gimnáziumban és a Nyerges Újfalui általános iskolában, és hogyha nem is ez volt pályája csúcsa, életének egy nagyon meghatározó helyszíne volt. Mivel nem mindenki járt a galériánkban, ahova majd a mostani kis ünnepség után lelátogatunk, haladtunk egy szinttel van, ezért elmondom, hogy 1998-ban épült ez a városháza, költözött át a szemben lévő épületből, és 1999-ben nyílt a városháza galéria, Kenstock Galéria és Gyűjtemény néven, és akkor Nagy János Művelődési Ház vezető, igazgató kurátorsága alatt rendezték az első kiállítást Nyerges Újfalun Szalai Zoltán műveiből. Akkor kezdtem itt dolgozni egy ilyen kis személyes vonulata, és nagyon is emlékszem erre az eseményre. Veronival azt hiszem, akkor találkoztunk először, de utána sem sokszor. És hát lehet, hogy ez a mi hibánk, hogy azóta önálló kiállítást, ha jól tudom, nem rendeztünk itt. Bodri Ferenc, aki abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy magyar tanárom volt, de magyart egyébként nem tanultunk a gimnáziumban, kizárólag Ady Endrével, József Attilával foglalkoztunk, ezen kívül pedig Kenstockkal és körével. Ő írja egyik tanulmányában, hogy értékteremtő és mérvadó pályafutás az emlékezés övezetébe került, írja ezt akkor, amikor 72 évesen elhunyt Szalai Zoltán, és ugye 3 évnek kellett csupán eltelnie, hogy itt létrejött egy állandó kiállítás. Nyerges Újfaluhoz kötődő művészek alkotásaiból, természetesen Vecsési Sándor, a Nyergesi Fivére, Kótai és több művész, akik bárhogy a Nyergeshez kötődtek alkotásaiból, és most úgy gondolom, hogy új mérföldkövéhez érkezett a szalai örökség
a Szalai Zoltán tiszteletének fennmaradása, hiszen átadnám most Szalai Veroninak a szót, aki nem adnám át. Nem. Veroni, aki Szlávik József és Kis Julianna, aki most végül is megrendezte ezt a kiállítást, tudósításai szerint a Százados úti művésztelepen nagy gondossággal gondozza férje hagyatékát, arra az elhatározásra jutott, hogy ennek a hagyatéknak Nyergesújfaluhoz kötődő alkotásait, illetve még ennél is többet, majd megláthatják, városunknak adományoz. Ez rendkívül megható, hát Vecsési Sándornak volt egy hasonló felajánlása, de Vecsési Sándor azért úgy a Nyergesújfalun is született, tehát életének nagyobb korszaka, testvére itt lakik, kötött a Nyergesújfaluhoz, és nagyon megható és megtisztelő, hogy épp erre az elhatározásra jutott Veroni, hiszen tudjuk, hogy mennyit jelent számára a szeretett hitves hagyatéka. Egyébként Veronit nem mutattuk be, ugye pályatársa ő is Szalai Zoltánnak, hiszen Munkácsi díjas és tanította a Képző- és Iparművészeti Főiskolán, tehát maximálisan társa tudott lenni az alkotó években, ezekben a folyamatokban, miután Árpádföldre költözött a művész. Szeretnénk Nyergesújfalu város nevében, képviselőtársaim nevében, hát hiszen most csak jelentjük ezt a grémiumot, megköszönni, és ígérjük, hogy nem leszünk hálátlanok, mint az elmúlt 20 évben talán voltunk. Igyekszünk Szalai Zoltán örökségét tovább örökíteni. Előbb éppen versenyt rendeztünk a nálam nagyobb sikerre szertett képzőművész asszonnyal és a rajztanár asszonnyal, hogy nagyon sokunknak megvan ez a könyv. Ez volt a Biblián gimnáziumban, enyém egyébként a legszakadtabb, pedig hát legkevésbé voltam sikeres ezen a téren, és Szalai Zoltán az, aki úgy gondolom, hogy a mai napig minden művészet oktatásban résztvevő, vagy olyan szakmának a tudója, olyan szakmára pályázó, olyan hivatása, aki bármiképpen a grafika szükség van, ugye ez elég széles kör az építészettől a divattervezésig, vagy bármeddig. Mindenki forgatja ezt a könyvet, és ez olyan kiadvány, és a többi alkotás, a többi műve is olyan kiadvány a tárlóban láthatóak, amelyek a jövőben is fontosak lesznek a képzőművészet iránt érdeklődő fiatalok számára, amiből tudjuk, hogy talán egyre kevesebb van, pedig nagyon nagy kincs, hogyha valaki rajzolni tud, akkor is, hogyha esetleg nem ez lesz a hivatása. Ehhez még, mivel Veroni nem kíván szólni, szeretnék a második kiadás bevezetőjéből két mondatot mondani. Keverem a lapjaimat. Jobb egyszer látni, mint százszor hallani, egy japán közmondás, illetve egy kis vázlat többet ér, mint egy hosszú értekezés. Hát ezt Napóleon mondta, hogy most ez példaérdekű, vagy nem, de a hadi ipar, vagy a hadászat szempontjából biztosan nagyon fontos, és úgy gondolom, hogy bármilyen művészeti ág könnyebben elsajátítható, akár a zene, a tánc, bármi, hogyha valaki a grafika alapjaival tisztában van, de hát azt az itt ülők jobban tudják nálam. Köszönöm szépen még egyszer ezt a nagylelkű felajánlást, egy kis figyelmességet szeretnék átnyújtani, és a 5 órakor kezdődő kiállításon pedig, aki még nem tette, előbb megtekintheti ezt a nagyszerű kiállítást, amit ma itt létrehoztunk, és hát
nem tudunk elég hálásak lenni. Köszönöm. És mielőtt Szakács Imrét felkérném, szeretnék egy bejelentést is tenni. Tegnap hagyta jóvá a képviselőtestületünk az idei év költségvetési rendeletét, és teljesen váratlanul a villához közel lakó, a szilvaszedők rábli rokonságához tartozó hölgy is tagja a képviselőtestületnek, és tovább már ezt nem szeretné majd a ciklus után folytatni, és mondtam, hogy Viki néninek megígérem, hogy a Kenstock villát felújítjuk, mert ez számára becsületbeli ügy, és így gyorsan meg is szavaztuk idénre a Kenstock villa felújításának és a kert rendbetételének a költségét, már a közbeszerzési szakértővel is megbeszéltem, úgyhogy végre felújítjuk, de ez most már teljesen biztos a Kenstock villát. Amennyire meglepetésszerűen ért ez a fölkérés, hát annyira nagy örömmel mondanék tényleg egy pár szót, pár mondatot, pár gondolatot Zoltánnal kapcsolatban, mert egy nagyon általunk szeretett tanárról van szó. Nekem osztályfőnököm volt, nem volt rajztanárom, de kikerülve az iskolából egy nagyon szoros kapcsolat alakult ki, olyannyira, hogy azt hiszem az első nagyobb kiállításomat ő nyitotta meg, tehát őt kértem meg, és aztán következett egy másik, a Szentendrei régi művésztelepen az első valóban önálló komolyabb kiállításomat szintén Szalai Zoltán nyitotta meg. Nagyon sokat találkoztunk, és többször fölkerestem a műtermébe is, és itt már szó esett erről a könyvről, a kockától az aktig. Valóban én a mai napig szintén fölhasználom, mert olyan idézeteket rejtett el ebben a kötetben, ami rendkívül tanulságos, és azt hiszem, hogy mindannyiunknak nagyon megszívlelendő. Tulajdonképpen, ami a kiállítás megnyitón, ami nekem volt a kiállítás megnyitóm, az tűnt fel, és az volt a csodálatos, hogy egy fantasztikusan felkészült emberről van szó, tehát egy olyan általános tudással rendelkezett, és valami olyan precizitással, ami a könyvtárától kezdve mindenen átvonult, ami engem mindig lenyűgözött. És hogyha a művészetét nézem, ott pedig egy hihetetlenül oldott, valami csodálatos festészet, ami a másik oldalon mindig magával ragadott, és talán ez volt a motiváció, hogy én miért jártam olyan nagy szeretettel, olyan nagy lelkesedéssel a műtermébe, ahol aztán nem csak a festészetről, hanem a csillagászattól kezdve mindenről szó volt, és oly mértékben mérhetetlen nagy tudása volt, ami engem egyszerűen magával ragadott. Ez az iskolában valahogy nem jutott el hozzám, legalábbis nem, mivel mondom, csak osztályfőnököm volt, nem volt a rajztanárom, mert két csoportra voltunk osztva, és én a másik csoportban voltam, de egyszerűen fantasztikus volt az a precizitás, és talán a könyvében is az nem csak festőktől, nem csak Delacroix-tól, vagy Cézanne-tól, meg a többiektől vannak az idézetek, vagy zeneszerzőktől, hanem amivel összegezném tulajdonképpen, nagyon sokat lehetne beszélni, de azért nem indek vissza ezzel a lehetőségemmel. Talán zárásképpen azt tudnám mondani, hogy ami nagyon jellemző volt rá,
az a könyvében szintén egy Einstein idézet. Nem szó szerint idézem, de a lényege az, hogy aki a kicsiben nem keresi az igazságot, az a nagyban sem fogja megtalálni. És ez jellemezte szerintem őt és az egész életét. 30 év távlatában a jelentéktelennek hitt gesztusok, szavak is felerősödnek, és egyre fontosabb jelentéssel bírnak, értelmeződnek, és kivívják helyüket, és dolgoznak a tudatban. A realitás emlékké, az emlék valósággá és újra realitássá válik. Újra érzem a Törökpál utcai magas terem lámpáinak fényét, hallom a pitkréta sercegését a papíron, fölsorakoznak a témák, kocka, gömb, hordó, drapériás csendélet, és aktmodell Mari Nyulánk alakja a fejtanulmányokon kirajzolódó ráncok. Kinyílik az ajtó, s belép a terembe Szalai tanár úr, és szinte mindig ugyanolyan tónusú ruhában, sötét garbó vagy egy cipzáras pulóver, fekete nadrág és egy puha mamuszhoz hasonló posztó cipő, s mindezt egy dús őszhaj koronázza. Alá szolgálja, köszön, s heves mozdulatokkal a szekrényhez megy, kinyitja az ajtaját, lehet munkához látni. Több mint 30 év, és most itt vagyunk munkáinak és az ő képei között, és kissé megsárgult rajzlapokon üzen az idő együtt ismét a tanárúrral, hiszen az egész munkássága elválaszthatatlan a pedagógus tevékenységétől, mert szervesen beépül, hisz az is ő. Bennünk, tudatunkban mondatai, gesztusai, korrektúrái tovább dolgoznak, s mit sem törődve, tűnékeny idővel, mert az idő mindent le tud győzni, feledésbe tud taszítani, csak egyet nem, a lélek maradandóságát. Utoljára a Fészekklubban a 75. születésnapján találkoztam vele, mit sem veszített lendületéből, ugyanolyan hevesen, megszállottan beszélt, magyarázott művészetről, politikáról, s a növendékek szeretete járta be a virágokkal teli goblány termet. Utoljára voltunk így együtt. És most ezen a kiállításon, ha fizikailag is már nem tud közöttünk lenni, de itt hagyta képeit, mondatait, gesztusait. Szalai Zoltán emlékezve elindult velem egy történet, amit most megosztok önökkel. A veranda ablakán átszűrődő fény puha árnyékkal vette körül a tárgyakat, az okkeres aranysárga pászta a nyitott ajtórésen behozta a kert birsalma illatát, csendéletté varázsolta a mester képzeletében. A tünékeny rezzenetlenségben, a fénysáv mögött, mintha egy alak körvonalazódott volna ki, egyre világosabban látszott szürke kalapja és elegáns csokornyak kendője. Ki az? Kérdezte bizonytalanul a mester, aki még az előbbi látvány igézetében élt. Hirtelen új dimenzió nyílt a fény és az alak között, az ősz tompa fűszeres párája egyre erősebben lengte be a szobát, a kopottas egyszerű bútorokat, s megszűnt a jelen, a múltjával s jövőjével együtt, csak egy fura éteri lebegés telepedett rá mindenre. Hát nem ismer meg, kedves kollega? A mester kicsit közelebb lépett a szikár kalapos úrhoz. Ez lehetetlen, mondogatta magába, de mielőtt megszólíthatta volna, a feszült csendet a szürke öltönyös úr hangja törte meg. Bonnárd vagyok, a festő. Itt, nyerges Újfalun. Ez hihetetlen. Nézze, kedves kollega, az egész élet olyan hihetetlen. Mindig ezen meditáltam, hisz olyan hihetetlen a provanci táj fénye, a kéklő tenger párája, a pálmafák, a kertek, a délutáni parkok, az asztalnál ülő társaság tarkasága. Igaz. Nyerges Újfalu az én provanszom, rózsaszínű arkonyi kertjével, csendes zugaival, tulipányaival, de tovább megyek. Magának a francia táj, nekem a magyar az életem. Most, hogy így meglátogatott, látja, hogy létezem egy albérleti kutya, létem egy albérleti kutya, ahol zajlik. De ezen nem múlik, hisz bárhova kerül az ember, bármilyen körülmények közé, a remek művet ez nem érdekli. Nem érdekli az embereket sem,
Tudja, nem a festőnek kell sírni a sorsán, zokogni kép előtt, hanem a közönségnek. Mert ha a képből kisugárzik a fény, akkor mindegy, hogy pincébe vagy palotába festette a festő, az könyörtelenül utat tör a szembesülő szívébe, s ragyog, ragyog téres időn kívül, mint ahogy ragyog Rembrandt nevet önarcképe, századok jönnek-mennek, a fény, az igazság, a remek mű, az marad. Talán nincs is múlt, jelen s jövő, hanem egy örök állandóság. Mi csak kijelöljük a térbeli és időbeli helyzetet kapaszkodónak, hogy magyarázható és megfogható legyen az életünk. Én szeretem az embereket. A képeimen tarka társaságok, családok jelennek meg, de ha így körülnézek magánál, nem látom a képeken az embert. A mester körülnézett a körbe rakott vásznakon. Igaza van. Nekem nem jönnek be a képbe. Hirtelen a csend még nehezebben kezdte feszíteni a szobát. A képekből áradó nyugalom rásimult a tárgyakra, s újra átírta a pillanatot. Milyen törékeny minden, még a csend is. A veranda ajtaja hirtelen becsapódott, mester megrezdült, úgy érezte, mintha visszazuhant volna a jelenbe. De hisz hova tűnt Bonnárd? Az átszűrődő derengés még inkább tompította a tárgyak körvonalait. Vajon létezünk, vagy csak egy fura misztérium ez a valóság? Hisz érzem a birsek illatát, majd erősen megfogta a szék karfáját. Ez is létezik. Még erősebben kapaszkodott a politúrozott bútorba. Az eltűnt aranysárga ragyogás után mély, barna, tompa, lélegzetet lassító sötétség kezdte meg térfoglalását. Itthon vagyok. Itthon vagyok Magyarországon. Szalai Veroni, Szalai Zoltán hagyatékának egy jelentős részét Nyergesújfalunak adományozza. Ezek elsősorban a Nyergesújfaluhoz kötődő képek, de majd Véner Tiborra bízzuk a feladatot, hogy erről részletesen beszéljen. Amikor erre a kis bevezetőre készültem, akkor sok minden eszembe jutott, többek között az is az általános mondás, hogy ott van az otthonunk, ahol szeretnek bennünket, illetve oda megyünk haza, ahova szeretünk hazamenni. Valószínűleg Szalai Zoltán is otthonának érezte, még akkor is Nyergesújfalut, amikor már nem itt élte az életét. Biztosan a nagyon szép létszámban megjelent művészetrajongó közönség soraiban sokan vannak olyanok, akiket tanított, hiszen 1960-ig a helyi általános iskolában és a Szalézi gimnáziumban tanított rajzot, és ők, akikkel legalábbis beszéltem, nagy szeretettel gondolnak vissza rajztanárukra, hiszen egy rajztanárnak, hogyha jól végzi a feladatát, és egy bármilyen művészet pedagógiával foglalkozó tanárnak mindenképpen kedvesnek kell lennie tanítványaihoz, hiszen aki jól csinálja, az olyat adhat, ami egy életre végigkíséri művészet iránti fogékonyságban, de sok minden másban is a befogadót. Szalai Zoltán életútjának ez a szakasza lehet, hogy szegénységben telt, hiszen ahogy visszaemlékezéseiben elmondja, fürdőszobája sem volt, és igazán szerény körülmények között éltek, de nagyon sok barátot szerzett, és különös hatással volt rá Nyergesújfalu természeti környezete is, és ahogy látjuk, a mesterséges környezet is. Képeken ez érzékelhető. Ahogyan sok más korábbi vagy későbbi pályatársa is hatással volt, és a ma itt alkotókra is, hiszen nagyon sokan meg vannak fertőzve a vizuális művészet hatásával. Köszönjük Veroninak, hogy mindezt nekünk adta, és fent elmondtuk korábban, hogy 1999 óta, amikor még Nagy János volt a kurátora, mondhatjuk, mint az Ady Endre Művelődési Ház igazgatója, az akkori
Szalai Zoltán kiállításnak, egyéni kiállításnak, és az akkor létrejövő Kenstock galéria és gyűjtemény állandó kiállításának, ami most is bent van egyébként a raktárban, csak ugye a havonta változó tálat miatt ritkán kerül ki, mindennek megvan az előnye. Azóta nem volt ilyen kiállítás, de ígérjük, hogy a jövőben sokkal nagyobb hangsúlyt helyezzünk arra a művészetpedagógusra, aki a művészeti képzésnek ma is egy kiemelkedő alakja művei által. Thank you.
Nyergesújfalu legelsősorban Kerstok Károly munkássága. Itt született nagyszabású kompozíciói. A műtermében és kertjében szervezett 1919-es művésztelep, valamint a nyolcak és a művészcsoportosulás vonzás körzetében dolgozó alkotók nyerges ihlette művei révén vált a magyar művészettörténet fontos 20. századi helyszínévé. Szélesebb körben kevéssé ismert azonban, hogy a század második felének egyik kiemelkedő életművet teremtő festőművészének, Szalai Zoltánnak munkássága is e településhez kapcsolódik. E festő 1945-ben főiskolai tanulmányai befejezését, majd a II. Világháború lezárulását követően kezdte meg művészi és rajzpedagógusi pályáját, és nyergesen dolgozott az 1945-öt követő és az 50-es években. Most, születésének centenáriumát elszalasztva, a 101. évfordulón a település Kerstok gyűjteménye és galériája rendezi meg a művész első alkotóperiódusának művei köréből válogatott munkákból Szalai Zoltán emlékkiállítását. Természetesen, mint hallottuk, nem ez az első Szalai Zoltán munkásságát reprezentáló kiállítás Nyergesújfalun. A művész 1995-ben bekövetkezett halála után 4 évvel már rendezett egy emléktárlatot a Kerstok Galéria. Hogy ki volt Szalai Zoltán, és hogy festészete mely 20. századi áramlatokhoz és mely mesterek törekvéseihez köthető, megtudható az Enciklopédia kiadó által kiadott Művészeti Lexikon 3. kötetének Szalai címszavából is, de pontosabb és jellemzőbb az a válaszsor, amelyet a festő 1977-ben adott a Magyar Tudományos Akadémia művészettörténeti kutatócsoportjának kérdőívére. Születtem Székesfehérváron 1919. február 13-án. Tanultam 1937 és 42 között Budapesten, a Képzőművészeti Főiskolán. Mestereim 2 évig Kandó László, 3 évig Rudnai Gyula. Rajtuk kívül Szőnyi, Bonnár, Nagy István, Egri, Törner tekinthető mestereimnek. Majd az életút állomásainak leírása következik benne az epizóddal, amikor 1937. októberében a Frenkel szalomban megtekintette Szőnyi István kiállítását, amely úgy hatott rá, mint a villám, amely megvilágítja az utat, amelyen járnom kell. Majd összefoglalásképpen megjegyzi, művészetem célját nem tudom meghatározni, a témát mellékesnek tartom. Képet festeni, törekvésem ez. Lehetséges, hogy van festményem, amely képnek nevezhető. Majd a végső összegzés, jelentős műveim nincsenek. E roppant szerénységet tanúsító sorok lejegyzése után még csaknem 2 évtizedes a Százados úti művésztelepen kifejtett munkássággal, képek festésével koronázza meg életútját és életművét, amely viszonylagos visszavonultságban 1995-ben zárul le. A rendkívül aktív festői tevékenység mellett meg kell emlékeznünk Szalai művészetpedagógiai munkásságáról is, hiszen itt Nyergesújfalun is hosszú évekig tanított, és aztán az Árpádföldi és a budapesti működése alatt 1980-ig évtizedeken át a főváros képzőművészeti szakközépiskolájában, illetve gimnáziumában nevelte, tanította tanítványait, és mindemellett jelentős művészetelméleti eszmefuttatásokra, könyvírásra is vállalkozott. Szalai Zoltán műveinek tárgya, miként a későbbi alkotói periódusokban, már a pályakezdő szakaszban is, a festőt körülvevő építészeti és természeti környezet, a belső zárt,
és a külső, nyílt terek közegei, ritkábban a tárgyak, az élet apró jelenségei. Művészi célkitűzése a meditatív futamokra érdemes, emóciókban gazdag, az emberről, aki jelenlétét és megjelenítését általában kerülő látvány rögzítése. A festő korai, még kisméretű, bensőséges hangvételű alkotásai között megjelennek a később középméretű képsorozatokká érlelt dunamenti tájrészletek, amelyek szélesre nyitott horizontját szűkítik le a 60-as évek Árpád-földi korszakának verandaképei, majd a későbbi festői kalandozásainak színterein megnyílik a Balaton víztükrének tág horizontot látható távlata, és aztán bezárul ez a tágas képvilág, s műveinek befogadói átérezhetik a művész visszahúzódását a századosíti műterem meghitt zugaiba. Átszellemültség, meghittség, tartózkodás, meditatív szellemiség lengi át a szisztematikusan kidolgozott, tudatos festői kompozíciókat. Halatlanul finom, érzékenységben, visszafogottságban játszó, elsősorban a folt hatások révén kibomló kolorit élteti a festői bőbeszédűség és a részletezés csapdáit messze elkerülő, mértéktartó, feszes motivum használatot. A nyerges újfalon alkotott olajképek, pasztellek, akvarellek, guvasok, tus és szén és ceruza rajzok, készérlet kompozíciók és precíz tanulmányok, bravúros vázlatok sorában néhány akadémikus szemléletű portré mellett a tájképek és a város, illetve faluképek a dominánsak. Rendkívül tanulságos megfigyelni, hogy mely, még napjainkban is pontosan beazonosítható, nyerges újfalui település részlet ragadta meg a művész festői, grafikusi figyelmét, mely motivumok indították a konstruktív jelleget kiemelő fegyelmezett szerkesztésre, és melyek a festői átírásra, az érzelmek és hangulatok, az atmoszféra rögzítésére és tolmácsolására. Az épületek, a háztetők szabályos, geometrikai alakzatokkal hangsúlyozott rendszere mellett a távlatokba vesző vízpartok világa és az egészen közelről szemlélt természetrészletek, a fák és bokrok lombozata, a szántóföldek göröngyei, a mezők fűszőnyege ösztönzi alkotásra, és csak nagyon távoli kapcsolatok fedezhetők fel a nyergesi gyárak, ipartelepek konstruktív festői megjelenítése és az 50-es évek első felének szocialista-realista művészeti, illetve művészetpolitikai ideái között. Egri József és Szőnyi István festészetének mélyen átélt szellemisége távol tartotta a korszak ideológikus diktátumaitól és kényszereitől. És az 1945 után, majd az 50-es évek első felében alkotott művek sorát szemlélve, inkább arra kell figyelnünk, hogy a későbbi alkotószakaszokban uralkodóvá váló festői szemléletmód és témaürügyek hogyan jelennek meg már ezeken a korai alkotásokon is, mint a konkrét formák festői elmosásának szándéka, a táj színfolt kompozícióvá alakítása, az ablakon vagy ajtón át szemlélt, belsővé és külsővé avatott, egymástól elválasztott világ, a befogadottság és a kirekesztettség tükröztetése által megnyitott tartalmi körök megidézése. Mint oly sok egykori kortársáé, napjainkban Szalai Zoltán művészete is egyre ritkábban kerülhet a művészeti közfigyelem áramkörébe. Az új, a 2000-es évezredben, az ezredfordulót követő években rendeztek ugyan néhány kisebb emlékkiállítás műveiből, de lassan másfél évtizede csend honol az életmű körül. Most hagyatékának őrzője és gondozója, Szalai Veronika restaurátor jóvoltából a tervek szerint egy nyerges újfalui nyomán,
több emléktárlat is követi majd egymást, amelyeknek bezárulása után, mint itt, adományként az életpálya állomásait jelző helyszínek gyűjteményeibe is kerül egy-egy nagyobb szalai képkollekció, amely kollekciók aztán időről időre a nyilvánosság elé tárhatók. Így garantált lehet a 20. századi művész alkotásainak megőrzése, fennmaradása az utókor számára, amelyek egy egyre zajosabb világból a meghitt szépségek biztos bástyái mögé húzódó 20. századi festő világképét, létszemléletét tükrözhetik, amely művészi összegzések tanulságai napjainknak szólón is hitelesek, érvényesek és időszerűek. 70 év elmúltával Szalai Zoltán nyergesen festett, rajzolt, hallatlan precizitással dokumentált képei tehát most visszatértek nyerges újfajulva, és ebben az esetben sem csupán az itt készült, a helyi motivumokat megidéző művek miatt fontos ez a kiállítás, hanem azért is, mert a művészet ritka, megismételhetetlen ünnepnapjaival, különös szépségekkel ajándékozzák meg a nagy művészeti múltú település jelenkori közösségét. De olyan, hogy az, amit kezdik,